A Vekerle Sándor Üzleti Főiskola EFO projektjének a célja az MTMT területen tanulók számának a növelése, vagyis gyakorlatilag a gazdasági informatikus képzésben résztvevő hallgatók számát szeretnénk növelni, és ennek az egyik módszerét abban látjuk, hogy olyan ismereteket próbálunk tanítani, illetve tanítunk is hallgatóinknak, amelyek korszerűnek nevezhetők. Van például a gazdasági informatikus szakon egy üzleti adatelemző szakirány, vagy specializáció, és ennek a keretében sok vagy több predikciós módszert is megismernek a hallgatók többféle oldalról. Az egyik ilyen módszercsalád az Unsupervised Learning nevet viselő nem felügyelt tanulás, ez a klaszterezés tulajdonképpen. És a klaszterezésnek is több fajtája van persze, és a hallgatóink többféle oldalról látják ezt a predikciós módszert, egy eszközt. Itt most egy olyan vizualizációs lehetőséget mutatok be a Wolfram Player segítségével, amely alkalmazás a Wolfram Demonstration Project keretében készül, és lényegében szabadon hozzáférhető mindenkinek, aki használja a matematika szoftvert. Szóval hogyan néz ki egy klaszterezésnek a vizualizációja, hogyha megnézzük a paramétereket, hogy miket tudunk beállítani, hogy állíthatunk a X meg a Y tengelyen is paramétereket, sőt további állításra is van lehetőség, és még a eredetileg automatikusra választott például távolság definíció, metrika definíciót is megváltoztathatjuk. Ugye a leggyakrabban az euklideszi metrikát használjuk, de lehet használni a úgynevezett Manhattan metrikát is. A lényeg az, hogy a hallgatóink számára kézzelfoghatóvá válik az, hogy hogy néz ki a klaszterezés, a hierarchikus klaszterezésnek a végeredménye, anélkül, hogy meg kéne írni a programot. Persze bizonyos tantárgy keretében programot is írnak, de itt most a vizualizáció a fontos dolog.